Fekete Vince költőt is díjazta a Romániai Írók Szövetsége május 31-én a bukaresti Ion Luca Caragiale Nemzeti Színházban. A romániai magyar költőt Vakvisszhang című verseskötetéért, mely válogatott versekből és új művekből áll, díjazták a kisebbségi irodalmak kategóriában, így ez az alkotás is az elmúlt év legjobb könyvei közé került. Fekete Vince egyébként a Székelyföld folyóirat főszerkesztő helyettese, és többek között József Attila díjas költő. Fekete Vince legújabb verses kötetébe korábban megjelent köteteiből is válogatott, többnyire a Védett vidék és a Vargaváros című kötetek verseiből. A kötet a Kolozsvári Sétatér Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg, és a 21. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron mutatták be premierben. A verskedvelő kolozsvári közönség az ünnepi könyvhéten találkozhatott a költővel és kötetével. Miféle keresztmetszetét próbáltad adni az eddigi költészetednek ebben a kötetben? Hát ugye, hogyha arra gondolunk, hogy az évekre vissza, akkor 20 évnek a keresztmetszete. Igazából nem is 20-nak, mert már olyan versek vannak, ami már azelőtt íródtak, de hát akkor jelent meg, 95-ben jelent meg az első kötetem. És annak az eddig összes verses kötetemnek a keresztmetszetét, és tulajdonképpen hát ha azt mondjuk, akkor annak a keresztmetszetét, akinek én, aki én vagyok, legalábbis akinek én gondolom magam, és aki ezekben a versekben én vagyok, vagy ahogy a világot látom, ahogy érzékelem ezt a világot, és ami mondani valóm van ennek a világnak. Székely János mondta ezt, én itt elmondtam ezen az esten a kötetem bemutatóján, hogy ezek és ennyi. Most, amikor ezeket válogattam, azt gondoltam, hogy ezek és ennyi vagyok én. Tehát ez a 200 oldal, nyilván lehetett volna 300 vagy 4, akár 400 oldalas verses kötetet is összeállítani abból a termésből, ami eddig létrejött, amit én megírtam. De úgy láttam, hogy ezek azok, azt adják most vissza, aki én most vagyok. Megtörténhet, hogy 10 év múlva, nem így látom, ha élek még, nyilván nem így látom, nem ezeket választottam volna be. Újra gondolom azt is, hogy van egy csomó vers, ami kimaradt, és mondtam, említettem azt is az előző beszélgetésben, hogy néhányan nem is, nem hogy felrótták, de említették nekem, hogy ez is kimaradt, az is kimaradt, és akkor az újra gondolom, mert nem mindenikről gondolom azt, hogy benne kellett volna lenni. Yeah, de van olyan, amelyikről, egyről mindenképp azt gondolom, azt tényleg nem kellett volna kihagynom. És hát ennyi vers az most reprezentál engem. Ez ennyi is, ezek most. Valahonnan az ősidőkből hozta magával apja, nagyapja, dédapja mintáját, hogy a férfi reggeltől estig dolgozik, hétvégén is, és eltartja a családját, ő a feleségét, a 4 gyermekkel, és a férfi, a főnök, ő mondja meg, hogy mit, mikor, miért. Az asszonynak pedig kus volt, és ez így is ment egészen az utolsó pár évig, amikor hirtelen fogyni kezdett az ereje, lelassult, egyre szűkszavúbb lett, mint egy árnyék a korábbi önmagának. Furcsa, felemács viszonyban voltunk, ő az úri munkát soha nem tekintette igazi dolognak, nála csak a két kezének, csak a fizikainak volt becsülete. És a jó mesterember, a Szaki volt számára minden dolgok csimborasszója. Amíg ereje teljében volt, addig mindent jobban tudott, csinált mindenkinél. Amikor legyengült, csak ült a padon és nézett. Nézte, hogyan végzünk valamit az udvaron, a kertben, amikor szombat-vasárnapokon elvittük a hétvégi házunkba. Az arcán pedig nem látszott semmi, idegesítően nem. Amikor a fennvaló műhelyében őt készítették, akkor a jóisten elfelejtette használni a finom szerszámait. Csak a legdurvább vésőket és ácsbárdokat vette elő az ő kifaragásánál. Semmi érzelem, semmi érzékenkedés, csak az unokák irányában enyhült meg néha egy-egy kicsit. Azt is csak nagy-nagy ritkán. Csak utolsó éveiben, főleg utolsó hónapjaiban kerültünk egy kicsit közelebb egymáshoz, olyan figyelem és érdeklődés jött azokból a kicsit már zavarodott szemekből, amilyen addig még soha. Egy bő hónappal a halála előtt visszaléptem egy készfogás erejéig a szobába, ahol feküdt, hogy elköszönjek tőle. Nyújtotta a kezét, megszorította és elkezdte húzni maga felé. Nem értettem, hogy mit akar. Kézmozdulata, betegsége, gyengesége ellenére határozott és erős volt. Szó nélkül a szájához húzta és megcsókolta a kezemet. Köszönöm szépen!
25 éve dolgozom versekkel legalább, úgyhogy szakmaként versekkel, és elég jó rálátásom van ezekre a dolgokra. Remélem a sajátjaimra is, mert a másokét teljesen másképp ítéli, meg kívülről az ember hideg szemmel, távolabbról lát rá. A sajátodra nem biztos, hogy úgy, de azért azok ne menjenek be, arra vigyáztam, amelyek egy bizonyos létszala alatt, vagy lécet nem ugornak át. Említetted, hogy két köteted áll megjelenés előtt. Miről van szó? Hát az egyik a Varga város. Ez az a Varga város, amelyik ennek a válogatott verses kötetnek a végén 21 versen szerepel, és ez egy háromszor vagy négyszer ekkora könyv lesz. Ez a 21 vers csak ez a 21 vers csak ízelítő abból a Varga városból, mert az többfelé ágazik, nagyon összetett, nagyon komplex dolog az egész. Remélem, és hát valamikor nagyon remélem, hogyha 3-4 hónapom nagyon kemény olyan hónapom lesz, amikor ezzel tudok folyamatosan, intenzíven foglalkozni, ezt össze tudom rakni, és akkor nagyon remélem jövőben ez a Varga város már akár a közönség elé is léphet, de megjelenik most, ami egy hónapon belül jön ki, ez az Ahonnan a nagy-nagy kékség, ez egy verses meseregény, ezt 10 éve írom legalább, és átírom, és még újraírom, és megint javítgatom. Ez egy 14 cínből, mert hogy ilyen cínekre osztódik, mert hogy pelegerekről, legerekről van szó. Ez most jön ki, a Bukár kiadó adja ki, és hát most pályáznak a legújabb verses kötetemmel. Én eddig még soha ilyet nem csináltam, csak úgy látszik, hogy elért engem is ennek a szele, hogy haiku, egy teljes haiku kötet, 99 plusz egy haiku, és szépen megrajzolva, mondom, illusztrálva, most az is előkészületben van. És hát én ennek örülök addig, amíg ezek a kötetek még az emberben még, hogy mondjam, még munkálkodnak, munkálnak, és tervek vannak újabb kötetekre, addig még élünk, azt gondolom.